Pablo Picasso grafikáiból és könyvillusztrációiból nyílt kiállítás Kolozsváron. A 20. század emblematikus művészének alkotásait a Szépművészeti Múzeumnak otthont adó Banffy palotában lehet megtekinteni. Mintegy 130 Picasso alkotást lehet megtekinteni Kolozsváron a Banffy palota 5 termében. Láthatunk kortárs költök által ihletett grafikákat, valamint sajátosan ábrázolt bikaviadalokat is, de nem marad el a közismert békegalamb sem. Picasso grafikai munkássága is elégséges ahhoz, hogy az egyetemes művészet nagy alkotói közé sorolhassuk. Így a kiállítás egyszerre szintézis és analízis. Átfogó képet nyújt a művész 1945 és 60 közötti alkotói korszakáról. A gyűjtemény tulajdonosa a megnyitón úgy fogalmazott, Picasso alkotásai tükröt tartottak a 20. század eseményeinek. His contemporaries, everybody know him. Valamennyi kortársa ismerte őt, a családi életekre is nagy hatással volt, mivel nagyon sokszor elvált, sok szerelmi ügye volt, másrészt az életstílusa, a munkamenete és mindennek a felfordítása, az, hogy nem figyelt az idő múlását, amikor dolgozott, akár 8 nappal lát éve alkotott, ez egy olyan dolog, amit tőle vettünk át. A Que Viva Picasso című kiállítást május 1-ig lehet megtekinteni a Szépművészeti Múzeumban.